Noha a Ripronai kiállítást valószínűleg személyesen már nem lehet majd megtekinteni a József András Múzeum újranyitását követően, készülnek idén is újdonságokkal. Ezekről is beszámolunk mai adásunkban, jöjjenek további témáink is. Köszöntöm Önöket! Új egészségügyi centrum, folyamatos az alapellátás fejlesztése Nyíregyházán. Vedd a hazait, védd a hazait, cél, hogy a hazai termékeket részesítsük előnyben. Munka a múzeumban, folyamatos a restaurálás és a publikáció készítése. Befejeződött a Nyíregyházi Csillag utca 4-6 szám alatti, korábban használaton kívüli ingatlan épületeinek felújítása, amely hamarosan körzeti orvosi rendelőknek és védőnői szolgálatoknak biztosít majd helyet. Az egészségügyi alapellátási rendszer fejlesztése már évek óta zajlik a megyeszékhelyen. A cél, hogy a területen dolgozók, köztük a védőnők megfelelő eszközellátás mellett a legjobb körülmények között dolgozhassanak. Pár nap is megtelik élettel ez a most még üres felújított nyíregyházi épület. A város önkormányzata több mint 400 millió forintot nyert el még 2017-ben az egészségügyi alapellátás fejlesztésére. Ennek a projektnek a részeként alakították ki a Csillag utcán az egészségügyi centrumot, benne 7 rendelőhelyiséggel, külön személyzeti öltözővel és pihenővel, amelyek 3 orvosi rendelőnek és 6 védőnői szolgálatnak biztosítanak majd helyet. A korábban különálló 2 épületet funkcionálisan összeépítették, a homlokzatra, a lábazatra, a falakra és a magas tetőfödémre új hőszigetelés került, a homlokzati nyílászárókat korszerűkre cserélték. Az épület szennyvízvezetékeinek cseréje mellett új épületvillamossági rendszert alakítottak ki és akadálymentesített mosdót is létesítettek. Az infrastruktúrális beruházás mellett a működéshez szükséges eszközöket, berendezéseket is beszerezték már a védőnői szolgálatok részére. Vendégünk a stúdióban Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm. Milyen rendelések kapnak helyet ebben az új centrumban? Milyen körzetek? Ugye 2 felnőtt orvosi háziorvosi rendelés, 1 fogorvosi háziorvosi rendelés és 6 védőnői körzetnek a rendelési, illetve adminisztrációs feladatoknak ad majd helyet ez az épület. Miért pont ezekre esett a választás? Nagyon fontos volt maga az, hogy olyan helyekről, olyan területekről, olyan területeknek segítsünk, ahol nem megfelelő, vagy lehetett volna, vagy lehet javítani abban, hogy a lakosság szempontjából kényelmesebb kulturált körülmények között történhessen meg a rendelés, legyen az védőnői vagy háziorvosi rendelés, illetve nyilván azt nem szabad elfelejteni, hogy a védőnői szempontból is fontos volt az, hogy egy olyan helyiségek legyenek, ami tágas, korszerű és minden eszközzel fel van szerelve. Tehát nyilván a lakosság komfortérzetét szolgálják szakmailag is, és nem beszélve a szakembereknek a munka, mindennapi munkáját segíti az, hogy egy ilyen városközpontú, viszont tényleg tágas és minden, én azt gondolom, elképzelésnek megfelelő helyiségek alakultak ki. Első hallásra kicsit furcsa, hogy nem gyermekorvosi körzetek mellett kaptak helyet a védőnök. Igen, itt fontos volt, hogy alapvetően nyilván maga a védőnő és a háziorvosi szolgálat egy picit itt külön vált, azért, mert a háziorvosi, gyermekháziorvosi rendelések, vagy a rendelők, ahol vannak, azok a legtöbb helyen vagy már fel lettek újítva, ami önkormányzati rendelők voltak. Ugye ez a Vajd Ádám körút, vagy az Ungvási Itány területeken, és nyilván ezekből a legtöbb helyen, ahol még nem került eddig sorra, a védőnői helyiségeknek a felújítása, biztosítása kimaradt. Viszont itt lehetőség volt kialakítani olyan orvosi rendelőket, ahol olyan orvosi rendelők vannak a városban, ahol igazándiból nem megfelelő helyen, vagy nem saját tulajdonúban, vagy bármilyen más segítséggel próbált az önkormányzat segíteni így a rendelőknek, és így lett kialakítva, hogy 2 felnőtt orvos és 1 pedig fogorvos fog rendelni a védőnők mellett, tehát egy ilyen egészségügyi centrum. Igen, logikus lehetne, hogy majd egyszer talán egy olyan nagy komplex lesz, ami külföldön is, hogy a gyermekek ellátását szolgáló gyermekkorosok védőnői szolgálat és minden egészségfejlesztéssel kapcsolatos. Praxis közösség. Igen, a praxis közösség szempontjából is persze ez jövő évi tervek, és nyilván ez nem 5 éves terv, lehet ilyen majd, de most egyelőre azokat próbáljuk megoldani, hogy ott, ahol a védőnői helyiségeknek például az önkormányzat nem tudott másképpen biztosítani
helyet, rendelőhelyet, csak úgy, hogy béreltük a házorvosi szolgálattól, gyermekházorvostól magát a helyet is. Ugye nem megfelelő volt, meg kicsi volt a hely. Úgy gondolják, hogy ott adminisztrálni is kellett, a gyermekeket meg kellett vizsgálni a védőnőknek. Tegyük azért hozzá, már... hogy bővült a védőnői feladatoknak. Igen, tehát azt nem szabad elfelejteni, az elmúlt 5-10-15 évhez képest azért a védőnők munkája nagyon-nagyon megnőtt. Tehát nem szabad arról, hogy ők már rendes vizsgálatokat kell, hogy végezzenek, adminisztrálnak, nagyon komoly adminisztrációs terhek vannak rajtuk, ami az nyilván kell egy kultúrált körülmény, ahol a gyermekeket tudják vizsgálni, figyelni, és ezt megfelelőképpen tudják adminisztrálni is. Miből finanszírozták ezt az épület felújítást, és hát eszközbeszerzés is szerepel Igen. ebben a pályázatban? Igen, ez egy pályázati rendszerből lett finanszírozva, 236 millió forintnak megfelelő, és gyakorlatilag nem szabad elfelejteni, az előbb nem említettem, hogy azon kívül, hogy van rendelő, van egy nagyon kultet, és a bejátszásban lehetett látni, pihenő öltöző rész, amit el szoktunk felejteni, hogy az egészségügyi dolgozóknak is kell valahol regenerálódniuk, egy kávét meg kell tudni kulturált körülmények között inni. Itt az is biztosítva van, mert hogy tényleg olyan jó helyen, klimatizált hely, zuhanyzás, kávézás, minden, én azt gondolom, adott, tehát tényleg rekreációnak is megfelelő az, hogy oda fel tudnak menni pihenni. Tehát így ebből a szempontból egy ilyen komplex szolgáltatás lett kialakítva. Milyen eszközöket tudtak beszerezni? Igen, tehát először is van az adminisztrációs szükséges eszközök, tehát ez az iroda, nyomtató, multifunkciós gépek, asztal, szék, forgószék, stb. És nyilván a védőnői munkákhoz minden nap szükséges különböző vérnyomásmérő, baby doppler, tehát ami a mindennapi gyermekvizsgálatoknál is fel lehet fedezni, gyakorlatilag minden, ami a védőnők munkáján szükséges. Mikor tudnak beköltözni? A héten költöznek. 6 védőnői körzet van, március 1-én ott fognak költözni, és minden védőnő fogja értesíteni a hozzátartozó gyermekek szüleit. Ugye ez fontos, hogy az elmúlt években ugye a védőnők azért korlátlan a beszélhetőségük, mobiltelefont, laptopot kaptak, tehát mindent biztosítunk, igyekszünk biztosítani ahhoz, hogy az ő munkájuk a legkönnyebben végrehajtható legyen, és mindenki érezze ennek a komfort érzetét is. Emellett a kis STK is megújult. Igen, tehát az elmúlt 8 évben azt gondolom, hogy a Nyíregyháza önkormányzata nagyon sokat tesz azért, hogy az alapellátás intézményrendszerében dolgozók, és nyilván ennek a célközönsége, a lakosság érezze azt a fajta szolgáltatás minőségi javítást, ami az épületek állagának felújításával összefügg. Tehát nyilván a kis STK, hogyha valaki van, hogy azért látja, hogy milyen kulturált körülmények között fogadja a betegeket, vagy az oda fordulókat, és nem csak a Vajádám, vagy nem csak a kis STK, hanem az Ungvársétány, Vajádám körül. Tehát, hogy igazán én azt gondolom, hogy a város központban is, és hagyj említsem meg, bocsánat, így például a Fenyő utcai orvosi rendelő, ami ugye védőnői szolgáltatást is biztosít. Tehát, hogy vannak olyan területek, amelyek ugyanúgy megújulásra kerülnek. Igyekszünk minden, ha a városnak a külső részén van, akkor is próbáljuk azt, hogy biztosítsuk ugyanazokat a feltételeket. Hát ez, ha valaha, akkor ez most nagyon-nagyon fontos, hogy jó körülmények között tudjanak dolgozni a házi orvosok. Igen. Azért itt az oltási munka az nem kevés teher. Igen, azt nem szabad elfelejteni, hogy jelenleg az elmúlt egy évben, most már sajnos egy évet kell mondanunk, nem csak az alapellátás, hanem nyilván a szakellátásra is, de az alapellátás nagyon nagy teher hárul. És valóban jelentőséggel bír, hogy ilyen kulturált körülmények között lehessen fogadni a betegeket, vagy éppen a nem betegeket. Mert nem szabad elfelejteni azt, hogy az elmúlt egy évben kijött az, hogy hogyan lehet gyakorlatilag behívásos rendszert, hogyan lehet a betegeknek segíteni azt a fajta munkáját, hogy nem mindenki egyszerre, mint ahogy a 80-as években volt, egyszerre bement egy orvosi rendelő, várójában is mindenki ott volt, ezt most már lassan el kell felejtenünk, hogy tényleg kulturált körülmények között váróteremmel megfelelő tér legyen ahhoz, hogyha a betegek kint várakoznak, és ne együtt legyenek az egészséges betegekkel, hogyan lehet ezt befolyásolni, vagy előállítani. Hogyan zajlanak az oltások? Mennyire megy ütemtervszerűen itt Nyíregyházán? Ez egy nagyon fontos kérdés, és örülök, hogy erről beszélünk egy pár szót. Ugye két része van, egyik az, hogy oltás és vakcina. Szeretném kérni mindenkitől, hogy eddig az életünket mindannyian rábíztuk az orvosokra, háziorvosokra és kórháziorvosokra, és ezek után is higgyünk nekik. Ugye nagyon nehéz, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok, védőnőknek azzal kell harcolniuk, hogy magyarázni kell, hogy miért
ezzel, vagy miért amazzal kell oltani, vagy beoltani valakit, vagy miért ilyen vakcinával. Tehát igazániból a kormányhivatal részéről, a kormány részéről folyamatos a vakcina ellátása, ahogy be tudják szerezni a háziorvosok, értesítik is a hozzájuk tartozó betegeket, illetve vagy egészséges embereket, mert ez is ugye szakmailag megvan határozva, hogy még oltóanyaggal kiket javasolnak beoltani, és annak megfelelően ugye a háziorvosok értesítik a hozzájuk tartozó betegeket, illetve lakosokat, hogy jöhetnek és az oltást felvehetik. Tehát igazániból ne a beteg próbálja irányítani a háziorvos, hanem hagyják, hogy a háziorvos tudja segíteni a mindennapi munkáját a lakosságnak. Tehát gyakorlatilag folyamatos a vakcina ellátása a háziorvosoknál az alapellátás rendszerében. Mindenfajtából? Vagy igen, a jelenleg hozzáférhető? Én azt tapasztalom a lakosság körében, akikkel beszélgetek, hogy szeretnék felvenni az oltást, de félnek attól, hogy nem fogják azt kapni, amit ők a legjobbnak gondolnak. Az más kérdés, hogy milyen szinten és kivel konzultáltak arról, hogy az ő számukra speciálisan melyik a legjobb, de attól tartanak, hogyha nem fogadják el azt, amit most éppen felajánl a házi orvos, mert az áll rendelkezésre, akkor nem tudja, hogy mit fog kapni. Aha. Igen, ez egy cipésze kapta fánál, én mindig azt mondom, hogy nyilván érdekes az, hogyha az ember választhat, akkor miért azt választja? Tehát mi alapján választ valaki az 5 Magyarországon lévő vakcina közül, miért pont azt gondolja, hogy neki az lesz a jobb, hogyha nincsen orvosi egyetemi végzettsége, nem virológus, nem ilyen immunológiai szakember, aki ezek alapján meg tudja választani. Ugye a szomszéd asszony által elmondott javaslat, hogy az interneten látottak alapján ne próbáljon, bocsánat, okoskodni, mert azt gondolom, hagyjuk meg a szakembereknek. Tehát az, hogy éppen még védőoltás javasolja, vagy még vakcinát javasolja a háziorvos, amikor a gyerekkorunkban bárkit beoltottak bármilyen védőoltásra, soha nem kérdezte meg senki, hogy ezt honnan szerezték be, hogy éppen keletről vagy nyugatról szerezték be, mert természetes volt, hogy ha az háziorvosom ajánlotta és azt mondta, hogy oltsunk, akkor nem kérdeztük meg, hogy honnan szereztük, beoltottuk. Tehát a kérdésre válaszolva, igazániból higgyék el, hogy a háziorvosok megfelelő információ birtokában azoknak az embereknek, és azért nem mondom, mert ugye nem csak beteg embereket oltanak, hanem egészségeseket is oltanak, annak megfelelő információ birtokában ajánlják fel a lakosságnak azt, hogy még vakcinát javasolják. Most, hogyha valaki nem fogadja el a vakcinát egyedi elgondolás alapján, akármi miatt, azzal nem tudom, hogy a későbbiekben mi lesz, mert nyilván van nagyon sok, aki szeretné, hogy minél hamarabb átoltás megtörténjen. Ez mondjuk az egész lakosságnak érdeke lenne, hogy minél többen legyünk beoltva. Magyarul bízzuk magunkat a háziorvosra, illetve ha valakinek van valamilyen komolyabb betegsége, a kezelőorvosával egyeztessen. Igen, ez egy nagyon fontos. A kezelőorvos, háziorvos, bízzunk benne, hisz eddig is rájuk bíztuk az életünket, ezek után miért ne tegyük. Csikós Péter, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Párat hozzánk. Jelentősen nőtt a kereslet az elmúlt egy évben a hazai termékek iránt. Egyre tudatosabbak a vásárlók, amihez a Vedd a hazait, védd a hazait kampány is nagyban hozzájárult. A kezdeményezés sikerét jól mutatja, hogy az utóbbi hónapokban újabb 30 vállalat csatlakozott a Magyar Termék Védjegye rendszerhez. A célja az, hogy a folyamat tovább erősödjön, így a kampány idén is folytatódik. Nem vagyunk egyformák, de egyben egyetértünk. Ha most vásárolunk hazai termékeket, azzal hazai munkahelyek ezreit védhetjük meg. A magyar termelők és a munkahelyek megvédése. Ahogyan az a kisfilmben is hallható, ez volt a célkitűzése a Magyar Termék Nonprofit Kft.-nek, amikor közel egy évvel ezelőtt elindította kampányát, melyben az itthon előállított termékek vásárlására ösztönzi a lakosságot. A társaság első körben a világháló népszerűsítette kezdeményezését, később aztán egyre szélesebb körben találkozhattak a programmal a vásárlók. A Magyar Termék Nonprofit Kft. Tavaly március végén a lehető leggyorsabban reagálva a kialakult vírus helyzetre indított el a Vedd a hazait, védd a hazait kampányt, amelynek a célja az, hogy felhívjuk a fogyasztók figyelmét arra, hogy mennyire fontos most egymás segítése, hazai termékek választása, hiszen ezzel hazai munkahelyeket őrizhetünk meg. Ez a kommunikáció a Facebookon indult el, ahol egy Vedd a hazait, hashtag Vedd a hazait profilképkeret beállításával bárki virtuálisan ki tudja fejezni azt, hogy számára fontosak a magyar termékek, elkötelezett irántuk, és nagyon rövid idő alatt magánszemélyek ezreit csatlakoztak ehhez a kampányhoz, de nem csak ők, hanem vállalkozások is, ugyanis nagyon fontos volt számunkra, hogy egy széles körű összefogást valósítsunk meg,
Én azt gondolom, hogy egyedülálló a kampány abból a szempontból, hogy bárki számára ingyenesen elérhetővé tettük az üzemetet, aki itthon állít elő terméket. És ennek köszönhetően most már több mint 100 vállalkozás csatlakozott a mozgalomhoz, illetve üzletlánci partnereink is. Így a csatorna nem csak a Facebook, hanem gyakorlatilag az üzletláncok, a boltok bevásárlóterületei, tehát hogyha bemegyünk és szeretnénk választani egy magyar terméket a kínálatból, akkor ezt könnyebben tehetjük meg, mert a hashtag Vedd a hazait üzenet felhívásokkal találkozhatunk, illetve találkozhatunk az üzenettel online felületeken és most már tévékampány keretében is. Az üzenet pedig célba ért, ugyanis egyre több kereskedelmi üzletlánc és vállalat tartja fontosnak a magyar termékek népszerűsítését. Az üzletláncoknak lehetősége volt felhasználni szintén üzletlánci akciós újságban, a bolti eladó területekben, belógató plakátokon vagy polccsíkokon a Vedd a hazait, védd a hazait üzenetet. Számukra is lehetővé tettük egy egységes arculati kézikönyv felhasználásával, hogy el tudják juttatni ezt a üzenetet a vásárlókhoz, és gyakorlatilag a nagy bevásárlóláncok, valamennyi bevásárlóláncban megtalálhatók voltak az év során, a tavalyi év során folyamatosan a felhívások, illetve most már a februári kampány keretében, ami éppen aktuálisan zajlik, szintén több hálózatban találkozhatunk ezekkel a információs táblákkal, vagy kiegészítő eszközökkel. Egyértelműen növelte az érdeklődést a magyar termékek iránt a tavalyi kampányunk. Ezt például abból is tapasztaljuk, hogy a védjegy használói közösséghez több mint 30 vállalkozás csatlakozott a tavalyi évben, ami nagyon kimagasló szám, így már több mint 180 vállalat használja a magyar termék védjegyek valamelyikét. Tehát a vállalkozói oldalról egyértelműen megmutatkozott az érdeklődés, a kampány, illetve az iránt, hogy ők szeretnék kiemelni a termékük azon tulajdonságát, hogy hazai, magyar, és érzik, hogy ez a fogyasztó számára nagyon fontos. A fogyasztó attitűdjéből is látszik, hogy most sokkal inkább könnyebben meg tudjuk szólítani őket a tudatos üzemettel, tehát nem csak azért veszi le a terméket a polcon, mert szereti, vagy mert megbízható minőségű, hanem tisztában van azzal, hogy ezzel a tudatos döntéssel most hazai munkahelyeket őrizhet meg. Egyébként pedig készül egy reprezentatív kutatásunk, amiből nem csak érzésekből, vagy viszonylag kevés számadatból, hanem konkrét statisztikai adatokból szeretnénk látni azt, hogy a tavalyi évben hogyan alakult át a fogyasztói attitűd, hogyan változott a magyar termékek iránti kereslet. Az egyik legnagyobb Magyarországon működő kereskedelmi üzletlánc is csatlakozott a Vedd a hazait, védd a hazait kampányhoz. A vállalat már évek óta nagy hangsúlyt fektet a hazai áruk megkülönböztetésére, valamint arra, hogy egyre több itthon megtermelt saját márkás termék kerüljön a boltok polcaira. Örömmel mondhatom, hogy cégünk esetében a hazai beszerzési arány meghaladja a 90%-ot. A magyar termékek népszerűsége exponenciálisan nő, hogyha az elmúlt 5-10 év tendenciáit nézem. A magyar termékek népszerűsége a hazai vásárlók körében óriási, hiszen tudják, hogy ezek a termékek kiváló minőséget képviselnek, helyben kerülnek előállításra, és a magyar agráriumot, a magyar szakembereket, a magyar gazdákat támogatják abban az esetben, hogyha ezeket megvásárolják. A pandémia azonban új helyzetet teremtett a hazai élelmiszeripari piacon, a kiskereskedelemben is természetesen. A járvány számtalan vállalatot, sokak munkáját és megélhetését sodort a veszélybe. A közösségi összefogás és a hazai termékek támogatása azonban hozzásegíti az iparág szereplőit, hogy sikeresen tudják maguk mögött ezt a kihívásokkal teli időszakot. A jó minőségű magyar termékek védelme a hazai termelők támogatásának jelentősége tehát különösen megnőtt a koronavírus világjárvány miatt. Vállalatunk régóta elkötelezett a hazai áruk és a termelőik iránt, így a vállalat csatlakozott természetesen ebben az évben már másodjára a Vedd a hazait, védd a hazait kampány őszi időszakához. A magyar termékek közül a legnagyobb népszerűségnek a friss áruk örvendenek, és itt elsősorban szeretném kiemelni a húsárú területet, hiszen a magyar húsipar több évtizedes kiváló múltra tekint vissza, és ebben mi magunk is részt veszünk, hiszen a cégünk az egyetlen olyan élelmiszer kiskereskedelmi vállalat ma Magyarországon, amely saját húsüzemmel rendelkezik. Rendelkezünk egy húsüzemmel Bicskén, és tavaly november óta egy húsüzemmel Perválon.
és ezek az üzemek kiváló minőségű sertés és marha termékeket állítanak elő, és a beszerzés legnagyobb része az Magyarországon történik, a kiváló minőségű sertés és marha húsok kerülnek be feldolgozásra ezekbe az üzemekbe. Legnépszerűbb termékterületünk tehát a húsáru terület, és joggal lehetünk erre a területre büszkék, hiszen a termelés és a teljes ellátási lánc, a minőségbiztosítás a mi kezünkben van, és így tudjuk garantálni a lehető legjobb minőséget a magyar vásárlók számára. A másik fontos termékterület, amit ki kell emelni, az a pékáru terület, hiszen itt is évtizedes, tekintélyes múltra nézhet vissza ez az iparág. Ebben az esetben nyilván a fehér kenyér mellett a legnépszerűbb termék, amely értékesítésre kerül, az a kakaós csiga, és ez a termék most már évtizedek óta őrzi elsőségét, hogyha a top 3 legnépszerűbb terméket nézzük. De ki kell emelnem a zöldség-gyümölcs termelési ágazatot is, hiszen a zöldség-gyümölcs termesztésnek is óriási múltja van Magyarországon, ha csak a paprikára vagy a paradicsomra gondolok. Ezeket a termékeket tudatosan keresik a vásárlók, és előnyben részesítik a magyar termelők produktumait. Ben is nagyon szeretnénk hasonló intenzitással folytatni ezt a kampányt széles integrált kommunikáció keretében. Ez azt jelenti, hogy jelenleg is zajlik egy közösségi tévékampány 9 márka részvételével, de szeretnénk májusban, augusztusban, ősszel és lehetőség szerint még egy karácsonyi kampány keretében is közösségi akciókat megvalósítani, ahol minél több csatornát szeretnénk bevonni, hogy a fogyasztó a lehető legtöbb felületen találkozzon az üzenettel, a felhívással, hogy miért fontos most a magyar termékek választása. Noha a kiállítások most nem látogathatók, a tudományos munka ugyanúgy zajlik a József András Múzeumban. Az intézményben már nagyon várják, hogy ismét fogadhassák az érdeklődőket. Ennek megfelelően készülnek is az idei évre szánt kiállításokkal. Addig is azonban igyekeznek az interneten keresztül elérni látogatóikat. Ripül Róna József 160 alkotása sorakozik a nyíregyházi József András Múzeum 3 kiállító termében. A felvételek még tavaly novemberben készültek, akkor nyitották meg az Élet édes tarkassága című tárlatot. A cél az volt, hogy a művész mind a 6 alkotói korszakát bemutassák. Az eredeti tervek szerint idén március végéig lehetett volna megtekinteni a remek műveket, a koronavírus járvány második hulláma azonban felülírta a számításokat. Noha addig is fokozottan figyeltek a biztonságra, a kormányzati szigorítások életbe lépésével mindössze egy hét után be kellett zárni a múzeumot a látogatók előtt. Akik hiába regisztráltak, nem tekinthették meg a kiállítást. Aki azonban azt gondolja, megállt az élet az intézményben, nagyon téved. A munka folyamatos, ahogy az idei kiállítások előkészítése is. Hogy mi mindennel foglalkoznak a szakemberek ezekben a hetekben is, nem sokára ezt is megtudhatják. Ezért van itt a stúdióban dr. Rémiás Tibor, a József András Múzeum igazgatója. Köszöntöm, jó estét kívánok! Csokolom, jó napot kívánok! Hogyan telnek ezek a hónapok a múzeumban a gyönyörű riprónai kiállítás mellett? Hát nagyon örülök, hogy itt vagyok és el tudom mondani, ugyanis egy tévhitet rögtön szeretnék szétoszlatni, ugyanis nagyon sokan azt gondolják, hogy ha nincsen nyitva a múzeum, akkor valószínűleg a múzeum falai között nem történik komoly munka. Hát ez egyáltalán nem így van. Teljes gőzzel, mondhatni, hogy mély szorgalommal dolgoznak a munkatársaim, valamennyien mind a 3 funkciónak eleget teszünk, ami a múzeumnak a feladata. Hát ez a műtárgyaknak a begyűjtése, a műtárgyak megőrzése és a műtárgyak bemutatása. Hát hogyha egy kicsit kifejteném, hogy mit is jelent ez, a begyűjtés az azt jelenti, hogy régészeti ásatások folynak a mai napig is, és a pandémia alatt végig folyt. Innen rengeteg műtárgy lelet kerül be a múzeumba. Itt csak zárójelben jelezném meg, már nagyon sokszor elmondtam, a József András Múzeum 1 millió műtárgyal rendelkezik, és ez folyamatosan bővül. Tehát ezeket a műtárgyakat nekünk meg kell védeni.
kellőképpen leltározni, adatokkal ellátni, és a nagy közönségnek bemutatni. És az állagokat óvni. És az állagokat pedig természetesen meg kell óvni, ami a második feladatunk, az állagmegóvás. Ez rengeteg feladatot hárít nem csak a restaurátorokra, hanem a nyilvántartást is kell végezni a muzeológusoknak. Ez revíziót jelent, leltározást jelent, és a harmadik feladat pedig a közkincsététel. Ez nem csak a kiállításokkal történhet, hanem tudományos munkák megjelentetésével, magyarul a műtárgyaknak a feldolgozásával. Most jelen esetben ez folyik, másrésztről pedig mi számot adunk a saját munkánkról online formában, hogyha nem tudjuk úgy, hogy becsalogassuk a kedves érdeklődő látogatókat, akkor így vagyunk kénytelenek interneten és online formában számot adni a munkánkról. Én úgy tudom, hogy a múzeum nagyon komolyan részt vesz oktatási programokban is, oktatási intézményekben. Ez a pandémia idején tudott-e valamilyen szinten működni? Természetesen nálunk ugye múzeumpedagógusok vannak, nagyon komoly szakemberek, ami a nyitott múzeummal együtt nekik a munkájuk sokkal magasabbra emelkedett, abból kifolyólag, hogy a mi látogatóinak a nagy részét diákok teszik ki, vagy pedig családok, és úgy a családokkal, mint a diák közösségekkel, vagy az iskolai osztályokkal, csapatokkal a múzeumpedagógusok foglalkoznak. Most is ők, tehát egyrészt nagyon készültek, hogyha a Ripronai kiállításra eljött volna több tízezer diák, mert ugye számoltunk azzal, hogy vagy 30-40 ezer látogatója lesz ennek a gyönyörű, szép és páratlan kiállításnak. Hát ez sajnos nem jött be, de ezeket online formájában azért mi próbáltuk kompenzálni, és egyrészt a művészettörténész külön tárlatvezetéssel, másrészt pedig a múzeumpedagógusok is érdekesebbnél érdekesebb, kisebb bejátszásokkal, kisebb foglalkozásokkal is színesítették azt, ami valójában nem látható, kézzel foghatóan. Mennyire segítette ez a helyzet mondjuk azt a részét a munkának, hogy gyakorlatilag az online térbe tudtak kilépni, talán kicsit gyorsabb tempóban, mint ahogy az eredetileg tervben volt, de gyakorlatilag ez egy kicsit ki is nyitja a világot a múzeum számára. Tehát ez nem volt nekünk új, mert előtte is foglalkoztunk ezzel a technikai lehetőséggel, tehát az online az nem volt tőlünk távol, csak annyira, hogy tehát ugye nem jöhettek a látogatók, és csak arra voltunk hagyatkozva, hogy online téren keresztül tudunk érintkezni. És ugye fenntartani a József András Múzeumnak a nimbuszát, meg fenntartani azt a kutatói bázist, hogy ne felejtsenek el bennünket, tulajdonképpen ez volt a legnehezebb, és folyamatosan újabbnál újabb információkat közölni. Tehát ez tulajdonképpen kreativitásra serkentette a munkatársaimat is. Ami nem rossz. Nem rossz. De mégis más, mint hogyha élő kapcsolat lenne, legalábbis én azt jobban pártolom. Mindemellett azért gondolom, ha visszaállnak a régi kerékvágásba, akkor ebből meg tudnak őrizni néhány elemet. Hogyne, természetesen. Én ragaszkodom is hozzá, hogy ne csak személyes, hanem utána megfelelő online kapcsolat is megmaradjon. Természetesen gyorsabb is a kapcsolat, gyorsabb a felmérés, gyorsabb a információ áramlás, így is nagyon sok olyan embert meg tudunk érinteni, akkor valószínűleg nem is veszi a fáradtságot, hogy eljön a múzeumba, de így az online térben pedig kommunikatív. Mennyire sikeres a Ripronai kiállításnak az online változata? Mi nagyon sokáig reménykedtünk abban, és azért nem is nagyon igyekeztünk, hogy tárlatvezetést tegyünk fel. Mert nem akartuk lelőni a poénokat. Meg hogyha már online tárlatvezetés van, akkor nagyon sokan megelégedtek volna azzal. Ez egy mondjuk egy belső információ, belső titok, amit meg tudok osztani önökkel, de én úgy látom, hogy lassan le kell mondani erről, úgyhogy fel fogjuk tenni azt a tárlatvezetési filmecskét, amit a Kölcsei TV-nek a segítségével meg tudunk tenni, és itt szeretném megköszönni ezt a segítséget. Úgyhogy nem fognak kimaradni a múzeum látogatói attól az élménytől, hogy megismerjék azt a 160 alkotást, ami lassan 4 hónapja itt dekkol nálunk a múzeumban. Úgyhogy élményt tudunk majd sugározni.
És ha jól tudom, egy sorozat is készül ebből. Így van. Azt is szintén a Kölcsei TV segítségével meg tudjuk oldani, hogy 10 részes sorozatban bemutatjuk a múzeumban a mostani tevékenységünket. Ez természetesen mind a 3 intézményre vonatkozik, a József András Múzeumra, a Kálai Gyűjteményre és a Sóstói Múzeumfalura is, ahol a kulisszák mögé be tudunk tekinteni, és ilyen 15 perces ajánlásokkal betekintést engedünk, hogy tulajdonképpen mi is folyik mostanában a múzeumban. Milyen témákkal fog foglalkozni? Hát színes témák, tehát azt szeretnénk, hogy változatos legyen ez a 10 rész, a néprajzosok, a történészek, a régészek, a numizmaták, a irodalomtörténészek, a restaurátorok munkájába bele tudunk nézni. De bele tudunk majd nézni a múzeumpedagógusoknak a felkészülésére a következő nagy kiállításunkra. Mik lesznek ezek a következő nagy kiállítások? Örülök, hogy rákérdezett. Tehát már tavaly megterveztük, hogy milyen szép kiállításokkal várjuk a látogatókat, de hát 2 nagy durranást hagy említsek a tervek közül. Úgy mindig készülünk már lassan 4 éve ilyen nagy attrakciókra. Hát az ez évi, ugye a Riprónai mellett, hogy úgy gondoltuk, hogy ha befejeződik a Riprónai kiállítás, akkor egy nagy honfoglaláskori kiállítással fogunk előrukkolni. Ez tulajdonképpen a Miskolci Herman Otto Múzeumnak az az állandó kiállítása, aminek az volt a címe, hogy Elit alakulat, és ebből a kiállításból készítettek egy vándorkiállítást, ezért a kiállításnak a címe Elit alakulat 2.0. És ez most, ez a kiállítás éppen Sepsiszentgyörgyön található, nem, Csíkszeredán található, Székelyföldön, és onnan fogjuk elhozni ezt a gyönyörű szép kiállítást, és kiegészítjük a mi gyönyörű honfoglaláskori anyagainkkal. Ezt azért hangsúlyozom, mert Magyarországon a Magyar Nemzeti Múzeum után a József András Múzeum rendelkezik a legtöbb és legértékesebb honfoglaláskori lelet anyaggal. Tehát az a már említett 1 millió műtárgyban az egyik legértékesebb. Itt tenném, jegyezném meg, hogy a másik nagyon-nagyon értékes, európai hírű műtárgyállomány, az pedig a bronzkori anyagunk. Az talán még bővebb, de ebből is fogunk ebben az évben ízelőtőt adni, úgyhogy párhuzamosan a 2 a legszebb műtárgyállományunk, azok szerepelni fognak ebben az évben a kiállítási palettánkon. És az év végén, decemberben pedig elkezdődik egy nagy kiállításunk megint, ez a nagybányai nagyfestőknek a kiállítását. Műveit szeretnénk bemutatni. Nagyon bízunk benne, hogy nem csak online fogjuk tudni ezeket megnézni. Igazgató úr, köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott a mai 35 perc. Nézzenek bennünket jövő hétfőn is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!